Sziasztok, itt a jó idő. Egyre többen kapják elő a drónjukat, és mennek kireptetni. Éppen ezért, meg mert jeleztem a legutóbbi adásnál, hogy ezen a héten nem tudok stúdiót és vendéget szervezni, jöjjön most egy korábbi 2017. augusztusi adás ismétlése. Jövő héten új adás, új téma jön. Addig is jó szórakozást! Én azt gondolom, hogy akkor beszéljünk általánosan a drónokkal kapcsolatos dolgokról, hogyha ez így nem gond. Már miért lenne gond? Sőt, ma már lényegében mindenütt lehet drónokat kapni, akár pár ezer forintért is. Úgyhogy holnap veszek egyet, és már megyek is reptetni. Hát azt nem teheted meg. Ha csak nem igényeltél 30 nappal előtte eseti légteret. Na és ha nem, akkor mi van? Valaki berepül egy olyan légtérbe, ahova neki nem lenne szabad, vagy nincsen engedélye, akkor... Akkor megütheti a bokáját, persze... Ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy trafipaxozást, hogy kiáll a rendőr az út szélére. Mert hogy... Nem olyan egyszerű ez a történet, mint ahogyan azt elsőre sokan gondolják. És ebben a bonyolult helyzetben segíthet egy digitális légiforgalmi térkép, még annak is, aki... Most már drónozik, de régen meg ugye Gripennel repült. Török Ágnes repülés biztonsági elemző, a légtér.hu egyik alapítója az e-heti vendég. Ha még nem tettétek, iratkozzatok fel a Szertár Podcastre SoundCloudon, vagy a kedvenc podcast alkalmazásatokon. Ja, és köszönjük, ha egy jelképes havi összeggel támogatjátok a munkánkat a www.patreon.com/szertár oldalon. Na de, vágjunk is bele! Sziasztok, én Robi Laci vagyok, és van az adásnak egy másik szereplője is, aki már-már mitikus lényé lényegült át. A Habcitól nemrég kaptam egy üzenetet, hogy sajnos nagyon elaludt és nem fog ideérni, de ami jó hír, hogy itt van a stúdióban a vendégünk, jelen esetben a vendégem, Török Ágnes, szia! Szia, sziasztok! Nagyon blőd kérdés lenne azzal kezdeni, hogy repülővel jöttél, mert hogy légibiztonsági elemző vagy. Repülésbiztonsági, igen. Majd mindjárt megnézzük, hogy akkor mi a különbség. Hát igazából semmi, ez csak így elnevezés kérdése. A kérdésedre válaszolva nem repülővel jöttem, hanem hévvel, de hogyha tudom, hogy ennyit kell rávárni, akkor lehet, hogy inkább gyalogjövök, vagy valamilyen más eszközt választok. Viszont nagyon vicces volt, hogy amikor odakint ültünk a stúdió előtt egy napernyő alatt, hallottunk valami helikoptert, rögtön felnéztem, hogy ez rendőrségi lesz valószínűleg. Ennyire megvan fejben minden, hogy... Nem, azért annyira nem, csak hát erre valószínűleg rendőrségi vagy mentő helikopterek vannak, hiszen most, ha jól tudom, akkor az LHR egy korlátozott légtérben vagyunk, úgyhogy ide nem nagyon szoktak berepkedni, csak úgy légi járművek, csak a hatóság engedélyével, úgyhogy... Azért, vagy ma itt azért gyűltünk itt ma össze, mert hogy nemrég indítottatok el egy nagyon érdekes projektet, légtér.hu vagy térkép.légtér.hu címen. Igen. Aminek az a lényege, amennyire megértettem, hogy ez az első ilyen digitális légtér térkép Magyarországon? Voltak már kezdeményezések, illetve megtalálható egy-két projekt, ami már tartalmaz digitálisan légtereket, illetve ugye a térképeket tartalmazza, vagyis bocsánat, a légtereket tartalmazza digitálisan, viszont ha jól tudom, akkor mi vagyunk az első olyan szereplők itt a légközlekedésben, ahol az összes légtér rajta van, ugye a légterek a 26/2007-es együttes rendeletben találhatóak, és azért tudni kell, hogy Magyarországon nagyon sok légtér van, nagyon sokféle légtértípus létezik, többféle légtérosztály, szóval én azt gondolom, hogy a Magyarország légtere elég bonyolult felépítésű, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon sokat segít a felhasználóknak, magának a légiforgalmi térképnek, illetve a légiforgalomnak az átlátásában. Ismerve a hallgatókat, szerintem körülbelül 10%-uk nagyon oda van a repülésért. Ők biztos kívülről fújják azokat, amit te most elmondtál, de szerintem a 90% és az én kedvem, nézzük már meg, hogy mi az a légtér egyáltalán. Tehát, hogyha így kicsit felnézek, és így 10 centivel a fejem fölött, a fejem meg a plafon között, az gondolom nem légtér, de ha kimegyek, akkor már légtér lesz. Így van. Tehát ugye a légtér az... Így nincsen konkrétan jogszabályban megfogalmazva, hogy mi az, hogy légtér kettős pont. A légtérnek azt nevezzük, ami gyakorlatilag a Földtől egészen flight level 660-ig Magyarországnak a tulajdona, tehát már a fűsz... Bocs, mi ez a flight level 660? Nagyon gyakran félbe foglak szakítani, bocsánat. Hát ugye a légiközlekedésre kijelölt légteret nevezzük így a szakmában légtérnek. Aha. Ez ugye a Földtől, tehát hogyha kimegyek most itt a stúdió elé, akkor már az légtérnek számít, illetve flight level 660-ig a légiközlekedésben ez egy hát kvázi mértékegység.
és eddig gyakorolja a Magyarország, tehát ez a Magyarországnak a tulajdona kvázi. És a fölött mi van? Hát a fölött már az űr van, tehát ja, a fölött, tehát, már, nem rendel, hát a fölött már nem rendelkezik Magyarország a fölötte lévő légtérrel, tehát csak 660. Majd egy világűrjogászt is meg fogunk írni valamikor, mert az is hát egy nagyon érdekes téma lenne. De maradjunk itt a földön. Szerintem is meg a légtérben, így van. Föld fölött egy kicsit. Tehát, hogy mi a légtér, tehát akkor, amit mondtam, az a földtől számítva, az azt lehet, hogy sokan nem tudják, illetve lehet, hogy félreértésre adhatok ott, hogy ami egy zárt térben található, azt nem nevezzük légtérnek. Tehát itt a stúdióban, vagy bárki otthon van a házban, itt arra nem. Itt bármivel. Itt nem kell eseti légtéred, semmit nem kell kérned. Hú, eseti légtér, majd még ilyenekre is visszatérünk. Viszont én azon döbbentem le, megnéztem ezt a térképet, ami fenn van a honlapotokon. Egyrészt nagyon szép színes. Nekem az első meglepetés az volt, hogy ennyi repülőtér van Magyarországon, így amire van. Nem is gondoltam így volna. Van. Mennyi van? Hát most pontosan nem tudom szám szerint, de 118 vagy 120, valahogy ilyen 120-os nagyságrendben van. Úgyhogy. Egyébként azért nem tudok pontos számot mondani, megmondom, hogy miért, mert két nappal ezelőtt frissítettük az adatbázist, mert a hatóság is frissítette a sajátját, mert voltak olyan légterek, vagy bocsánat, repülőterek, amik nem voltak fent a mi adatbázisainkban, vagy a mi adatbázisunkban, úgyhogy volt aztán 4-5, ami újra bekerült. De a másik dolog, amin én megdöbbentem, hogy 2017 van. Igen. Tehát évekkel ezelőtt már a Mars felszínén is tudtam bolyongani, nem tudom, Google Maps segítségével, vagy valami hasonló funkcióval, és pont egy ilyen, ami elég sok emberét meghatározza, ilyen térkép nem létezett eddig digitálisan. Hát ilyen, mint amilyen nekünk van, ilyen biztos, hogy nem. Amit az előbb mondtam, hogy voltak kezdeményezések, illetve vannak olyan szereplők, akik már elkezdtek egyfajta ilyen digitalizálást kvázi, de egyébként ennyire teljes körűen csak mi vagyunk, akik ennyire részletesen ábrázoljuk de, ezeket a de akkor eddig, hogy tájékozódtak, vagy hogy készültek fel mondjuk a pilóták? Hát, tehát, hogy gondoltam, hogy már belépett a repülés a digitalizációba sokkal alaposabban. Hát van egy ilyen, hogy légiforgalmi térkép, ugye ez a digitális légiforgalmi térképek nyilvánvalóan a papír alapú változata. Ez az, ami segít ugye a kisgépeseknek fölkészülni a repülésben. Ez gyakorlatilag tartalmazza, hát nem az összes légteret, de ami a kisgépeseket érinti. Ha jól tudom, akkor más információ nem nagyon áll rendelkezésre, illetve a Hungarokontrollnak indult el ez a netbriefing rendszere, azt hiszem egy-két évvel ezelőtt, de nem tudok pontos dátumot mondani, de ez sem olyan régi, ami a repülési terveknek a feldolgozásában segít. De egyébként én magam nem repülök, tehát hogy most azt ne kérdezzétek, hogy most, hogyha ott A-ból B-be beírom a célpont, vagy az úti célomat, akkor mi fog kijönni, mert erre nem tudok én ezt válaszolni. Ez hogy majd ad-e nekem olyan útvonaltervet, mint mondjuk a Google térkép, hogy el szeretnék jutni A-ból B-be, azt és nem akkor tudom, sajnos. A repülő ikonra is. Hát ez lehet, hogy a Hungarokontrolltól kellene ott valakit megjelenik, megkérdezni. Megjelenik, hogy itt nem tudom, egy időszakosan lezárt légtér látható, úgyhogy kerülő útra kell. Egyébként a tájékoztató szolgálat segít, tehát azért nincsenek egyedül a pilóták, tehát azt azért tudni kell, hogy hát azért hogy azért nyilván nem vakon repülgetnek, meg hogy akkor most vagy látok itt valakit, vagy nem, és akkor vagy történik valami, vagy nem. Azért nem ennyire, tehát azért az én jobban biztonságosabb a légi közlekedés, úgyhogy. De hát nyilván a tervezésnél azért ez egy nehéz tényező, hogy ugye rengeteg légtér van tényleg Magyarországon, és ugye itt most nem is csak az ellenőrzött légterekről beszélünk, mert ugye azokat nagyjából a pilóták tudják, tehát ismerik, hogy most Budapest CTR, meg bocsánat, hogy a repülőtérnek az ellenőrzött légtere, illetve az, ami azt biztosítja, hogy a Ferihegyre érkező, illetve azonnal induló légterek biztonság, vagy légijárművek biztonságosan elhagyják a repülőteret, illetve megérkezzenek. Viszont sok olyan légtér van, tehát például most az utóbbi egy-két évben nagyon divatossá vált idézőjelbe egy újfajta légtér, ez az úgynevezett drop zone, ami az ejtőernyősöknek a légterét jelenti, és ezek gyakorlatilag tényleg fél évente jelennek meg. Drop zone. Igen. Tehát ha én ejtőernyőzni szeretnék, akkor mindenképpen erre is kell engedélyt kérni, hogy én innen kiugranék, hát hogy véletlenül nagyjából. Rá
ugorjak egy hát a saját, helikopterre? Igen, vagy? A saját biztonságot érdekében nem árt, vagy legalábbis eseti légteret mindenképpen érdemes igényelni, mert ugye ezek nyilvánvalóan sokkal magasabb, tehát nagyon magasból ugrasz ki, és ugye alatta nyilván, hogyha nincsen légteret, csak mondjuk egy nem ellenőrzött légtér van, ott egy VFR szerinti repülő nyugodtan átmehet. Tehát nyilván ezt érdemes előtte figyelembe venni. Szóval a dropzónak ugye nagyon sok új dropzón van, és tényleg azok, akik már mondjuk 10-20 éve repülnek, azok nem biztos, hogy minden héten nézik a közlönyt, hogy hol jelenik meg új, új dropzón. És ugye, amit említettem, ugye a papír alapú légiforgalmi térkép, ami szintén nem frissül minden egyes jogszabályváltozásnál, ugye a pilótáknak tehát nem biztos, hogy tudják, hogy mondjuk az adott helyszínen ott lett egy dropzón. Ami ugye azért fontos, mert hogyha azt bekapcsolják, vagy aktiválják, akkor oda nem repülhet be más az ott felelős személy hozzájárulása nélkül. Mi van, ha mégis berepül? Hát az baj. Az de baj. Ezt ki ellenőrzi, vagy ki figyeli, vagy járnak-e érte szankciók, még igen, akkor is, hogyha nincsen semmi gond. Hát hogyha nincsen semmi gond, és ott a légtérnek a felelős személy, illetve a pilóta le tudja egymás között ezt rendezni egy elnyebelnyével, akkor ez így nyilván rendben van. Egyébként, hogyha ilyen úgynevezett légtérsértés történik, tehát, hogyha mondjuk valaki berepül egy olyan légtérbe, ahova neki nem lenne szabad, vagy nincsen engedélye, akkor ezt ugye hát elvileg jelenteni kell a közlekedésbiztonsági szervezetnek, ugye minden repülőeseményt, mert ez a repülőeseménynek minősül, illetve hogyha ez ugye szabálysértés, akkor ugye a légközlekedési hatóság is eljárást kezdeményezhet, ami viszont elég magas pénzbírságot is jelenthet. Ezt már csak azért is kérdezem, és milyen szépen átkötöttem, hogy most már orbaszájba mindenütt tudok a élelmiszerboltba is szinte drónokat venni. Igen. Apró kicsi repülőszerkezeteket, és egyre több helyről lehet hallani, hogy ezekre is vonatkoznak bizonyos szabályok. Igen. Mi van akkor, hogyha egy ilyen dropzónba én berepülök a drónommal, amit születésnapomra kaptam? Hát most vonatkoztassunk el a dropzónokról, bocsánat, kicsit nehéz szó. Én azt gondolom, hogy akkor beszéljünk általánosan a drónokkal kapcsolatos dolgokról, hogyha ez így nem gond. Abszolút nem, sőt, mert... hát ez az egyik célja a igen, mert ugye... Mivel nincsen olyan szabályozás most jelenleg Magyarországon, ami kifejezetten ugye a drónokra lenne érvényes, ezért a úgynevezett eseti légtérben lehet csak ezeket az eszközöket reptetni, attól függetlenül, hogy te most dropzomba vagy ellenőrzött légtérben, vagy nem ellenőrzött légtérben, teljesen mindegy. Ennek egyébként tehát az eseti légtér az ugye arra hivatott, hogy gyakorlatilag magát a légközlekedési tevékenységet, amit ott végzel, azt elkülönítse a többi légtér felhasználótól. De eredetileg nem a drónosoknak jött létre, hanem például egy tűzijátéknál ezt kell igényelni, vagy bármilyen légi bemutatónál, versenyeknél. Tényleg eszembe se jutott volna, hogy a tűzijátékhoz is kell. Igen, és holnap is lesz eseti légtér. Hogyha megnézed egyébként a légiforgalmi térképünkön, az már rajta van. Augusztus 19-e van ma, hogy felveszük ezt az adást, tehát semmi gond. Bocsánat. Tehát jövő héten, amikor ezt halljátok, akkor tudjátok, hogy holnap majd augusztus 20-e lesz. De ezt meg fogom nézni. Jól van. Egyébként rajta van a légiforgalmi térképünkön a 20-ai légterek. Azt hiszem 6 légtér lesz, ami augusztus 20-ára lett kijelölve. Tehát most akkor azt sem csinálhatom meg, hogy... Majd így utólag, mert láttátok, hogy melyek voltak kijelölve. Tehát akkor ezek szerint azt se csinálhatom meg, hogy kimegyek a kertbe és fellövök 3 rakétát, már csak ilyen szempontból sem. Így van, tehát úgy szól a 4/1998-os kormányrendelet, hogy ha bármilyen olyan tevékenységet végzel, ami a légközlekedésre veszélyes, vagy vagy úgy repülsz, hogy az adott légtér osztályban ezt nem hajthatod végre, vagy nem tudod betartani a szabályokat, akkor kell ilyen eseti légteret igényelned. Uh-huh. És egyébként ez ugye egyrészt ugye a saját biztonságodat is szolgálja, tehát hogyha most elkezdesz műrepülni, mint mondjuk itt a Red Bull Air részen is, hogy volt eseti légtér, ez ugye nyilván a pilótának is egy biztonságot jelent, illetve ugye a többi légtérfelhasználónak is, hiszen tudják, hogy ott egy olyan tevékenység zajlik, amit mondjuk nem érdemes megközelíteni, mert mit tudom én, tényleg rakéta van, vagy műrepülnek benne, vagy bármi más csinálnak. Tehát ez mindenképpen egy biztonsági kérdés, ez az eseti légtér.
Na és mi a helyzet a drónokkal? Na, szóval a drónok is ilyen... Itt a szobában, vagy stúdióban tudnánk reptetni, azt megbeszéltük. Itt igen, hogyha itt lenne, bár mondjuk elég kis szobában örülünk, úgyhogy nem biztos, hogy örülnék neki, hogyha itt elkezdeni. Az asztal alá. Igen, nem biztos, hogy örülnék. De egyébként, ugye, mint említettem, hogy nincsen speciális szabályozás, ezért csak eseti légtérben lehet ezeket az eszközöket működtetni. Ugye ennek az eljárása viszonylag egy hosszú procedúra, azért, mert ugye nem erre lett kitalálva. Tehát csak ebben a akkor nem légtérben. Úgy működik, hogy kinézem mondjuk a térkép, mi ez, térkép.légtér.hu, megnézem, hogy upszit, most épp nem repül senki, úgyhogy... Hát megyek. Nem. Sajnos nem így működik még. Hát igen, ez egy viszonylag hosszú eljárás, ami alatt ezt az eseti légteret kijelölik. Úgyhogy most ez sajnos... hogy néz ki? Tételezzük fel, hogy én ma délután úgy döntök, hogy kimennék a Dunapartra, és szeretnék egy szép nagy drónnal légi felvételt csinálni. Hát azt nem teheted meg. Ha csak nem igényeltél 30 nappal előtte eseti légteret. Tehát oké, szembesülök ezzel, tudom, hogy akkor 30 napon belül elvileg repülhetek. Hova Igen. kell mennem egyáltalán? Először felmész a térkép.légtér.hu-ra. Igen. Nem, egyébként ez tényleg abszolút a felhasználóknak egy támogatást szeretné nyújtani azzal, hogy lássák, hogy azon a helyen lehet-e, mert egyébként vannak tiltott légterek, ahol egyébként nem lehet légközlekedni, de az most mindegy. Tehát kitaláltad, hogy szeretnél eseti légteret, akkor ugye az a menete, hogy ezt a kérelmet, ezt a katonai légközlekedési hatóságnak kell benyújtanod legalább 30 nappal a tervezett igénybevétel előtt. Na most ez nem olyan egyszerű ez a történet, mint ahogyan azt elsőre sokan gondolják, mert attól függően, hogy hol szeretnél repülni, hol tervezed az eseti légteret, egyéb más dokumentumok benyújtása is szükséges, például, hogyha ellenőrzött légtérben vagy afist, tehát tájékoztatást nyújtó légtérben vagy. Ez akkor mi az afist? Ez a repülőtéri tájékoztató szolgálat. Aha. De egyébként ilyenből nem sok van Magyarországon, de a térképen egyébként rajta van, hogy hol Szeged, például Békés Csaba, Győrpér, Hévíz, most hirtelen a Nyíregyháza. Uh-huh. Azt hiszem, még talán egyet kihagytam, de most nem jut eszembe. Úgyhogy szóval, hogyha itt szeretnél eseti légteret igényelni, akkor kell a légiforgalmi szolgálatnak a nyilatkozata, hogy biztonságosan üzemeltethető maga a légtér, illetve hogyha a repülőterek 3 kilométeres sugarú körzetén belül vagy, akkor a repülőtértől is szükség van egyfajta nyilatkozatra, hogy maga a repülőtér is működtethető. Ez ugye azért, ugye és most visszatérnék, akkor itt gyorsan egy pillanatra a térképünkre, hogy ugye eddig nem volt olyan térkép, ahol ez az összes repülőtér magával ezzel a 3 km sugarú védőterülettel ábrázolva lenne, úgyhogy erre is érdemes odafigyelni, mert akkor kelleni fognak ezek a dokumentumok. Ja, azok a kiskörök. Azok a kiskörök, így van. Egyre több értelmet nyeregettem ez a... Igen, az a 3 km. Ugye a vonatkoztatási ponton. Így van. Reptér környékén láttam egy ilyen kis bogyót. Igen. De itt vannak olyanok, ami nem, most kicsit elkanyarodok, jó, ami nem reptérhez kapcsolódik, és kiskör alak, és azt írja, amikor rákattintok, hogy környezetvédelmi szempontból korlátozott. Igen. Légtér. Na, hát vannak ilyen szépségek is. Ez mondjuk azért nem olyan jó dolog, hogyha ott szeretnél repülni, mert az eseti légtér kérelem mellett szükséged van még úgynevezett környezetvédelmi szempontból korlátozott légtér igénybevétele iránti engedélyre is, ilyen szép neve van, ami igazából csak azért jelent problémát, mert egyrészt 3000 forint plusz 18000 forint a szakhatósági eljárási díj, tehát ez már 21000 forint, plusz az eseti légtér az 24000, úgyhogy viszonylag egy költséges eseti légtér igénylést jelent. Úgyhogy hát az nem egy olcsó mulatság. Hát ez sajnos nem. Úgyhogy érdemes olyan helyet választani, ahol nincsen ilyen zöld légtér, vagy környezetvédelmi légtér. Ja, hogy ez légtér. Csak itt ennyi. De egyébként az, hogyha én eseti légtér használati engedélyt szeretnék kérni. Az 3000 forint. 3000 forint, hogy kimenjek a Duna fölé, és csináljak egy felvételt. Igen. Hát azért, tehát ugye az eseti légteret 30 nap. Igen, de a légteret egyébként 30 napra lehet maximálisan igényelni, tehát nem feltétlenül csak egy adott napra, vagy adott hétre de lehet igényelni. Igen, de egyébként azt szoktuk mondani, hogy most nem szeretnénk nagyon elmenni így a légtér felhasználásainak az alapelvének a felsorolásába, meg a részletesítésébe, de van ilyen, hogy rugalmas légtér felhasználás, aminek az a jelentősége, hogy illetve azt mondja ki, hogy
térben és időben mindenki az indokolt mértékben vegye igénybe a légteret. Uh-huh. Tehát, hogyha te tudod azt, hogy mondjuk mondjuk 2 hónap múlva, nem tudom. Legyünk realisták, igen. Hát ugye, mivel 30 nap az eseti légtér, tehát tudod, hogyha mondjuk tényleg lesz egy rendezvény, mondjuk 2-3 nap időtartam alatt, akkor nyilván ne igényelj oda 30 napra, mert tudod, hogy nem fogod úgy sem használni. Aha. És ugye van egy olyan része ennek az eseti légtérnek, illetve egy olyan feltétele, hogy a hatóság nem jelölhet ki egymással térben és időben átlapoló eseti légtereket, és ugye... Tehát, ha én befoglalom 30 napra, így akkor van, nem lehet tűzijátékot csinálni. Így van, így van. Hát, ha csak nem te csinálod, de más ja, nem... Világos. Így van, tehát más nem jelölhet, vagy nem kérhet oda, vagy hát kérhet esetit, csak nem fog kapni, mert a hatóság el fogja utasítani. És ugye ezért is jó a térképünk, hiszen láthatjuk azokat, akik ugye hozzánk elküldik a már meglévő igényeit, hogy azokat mi föl tudjuk vinni, egyelőre még manuálisan én viszem fel a rendszerbe. Láthatjuk azt, hogy hol vannak ezek az úgymond tervezett eseti légterek, kérelmezett eseti légterek, és akkor ez nyilván mindenki számára egy abszolút egy jó dolog, hiszen az, aki már benyújtotta oda a légterét, az már biztosan tudja, hogy más már nem fog rá igényelni, illetve az, aki mondjuk oda szeretne igényelni, az már eleve be se nyújtja. Tehát ez egy ilyen win-win része a dolognak. Hát így nagyon szépen hangzik, hogy win-win, de szerintem, ha most nagyon sokan hallgatják úgy, hogy de jó ott a drón, és menjünk kireptetni egyet, akkor lehet, hogy egy kicsit lekonyul a mosoly az arcukról, nem? Már hogy mire gondolsz? Hát, hogy valaki tudja, hogy már hogy ott van eseti légtér, és akkor nem, biztos, hogy lesz. Nem, hogy ez egy ekkora macera. Ja, hát igen, ez sajnos igen. De mit lehet kezdeni például egy ilyen helyzettel, hogy nyilván itt a szabályozás is egy kicsit később követte az igényeket, és nem tudom, hogy mennyire tökéletesen fedi le mondjuk a felhasználói igényeket így a szabályozás, most erre vagy mondasz uh-huh. majd valamit, vagy nem. Tehát, hogy mit lehet csinálni azokkal, akiknek már van drónja, most dobják ki, mert hogy én nem bírom elképzelni azt a helyzetet, hogy én most eldöntöm, hogy 30 nap múlva mm-hmm. szeretnék a kis játékommal kimenni és ott játszani egyet. Így van, hanem igen. Most van jó idő, fogjuk meg a drónt, menjünk ki. Igen, hát ugye abszolút ez nem egy, tehát jelenleg ez nem egy életszerű szabályozás, illetve sok ország, tehát azért mondom ezt, mert ugye sok országban már van vonatkozó szabályozás, hol működik, hol nem, döcögősen megy, de valami van sok országban. Azért sokkal nagyobb a rugalmasság, én azt gondolom, tehát nem ez a 30 napos eseti légtér. Persze más országban, tehát van olyan hely, ahol csak a kereskedelmi célú felhasználásra kell különböző engedély, de például a hobby felhasználásoknak mondjuk sokkal nagyobb teret adnak. Vagy, Magyarországon vagy azt mondják, nincs ekkora tér? Nincs. Tehát itt nincs különbség a között, hogyha hobbiból repülök. Egy különbség van, de nem az eseti légtér. Nem az eseti légtérrel kapcsolatban. Annyi a különbség, hogy szól a törvény. Sport és magáncéltól eltérő tevékenység, sajnos nem tudom pontosan idézni, de az a lényeg, hogyha nem, mi ezt kereskedelmi tevékenységnek hívjuk helytelenül, de ez az, amit mindenki megért, hogyha a kereskedelmi tevékenységet végzel drónnal, tehát mondjuk filmes vagy eladod a aha. termékedet, akkor a légközlekedési hatóságnak ezt a tevékenységet be kell jelentened 3 nappal, ami egyébként tényleg csak egy formanyomtatvány, tehát én azt gondolom, hogy abszolút nem egy teher a felhasználóknak. Viszont... Ja, meg ha ott produkcióról van szó, akkor nyilván ezt be tudják tervezni. Így van, viszont ehhez a tevékenység bejelentéshez még annyit tennék hozzá, hogy azért történtek itt az elmúlt években, azt gondolom, hogy sokkal, most nyilván nézőpont kérdés, hogy kinek mi a könnyítése az ügyintézés szempontjából, de régen szükség volt úgynevezett tevékenységi engedélyre minden esetben a felhasználáshoz, ami azért légi tevékenységi engedélyre, ami azért volt macerás, mert ez egy nagyon-nagyon bonyolult dokumentáció volt, tehát ezt szerintem az átlagos felhasználók ezeket nem is tudták elkészíteni. És ezt ugye a törvény azt úgy rendelkezett január 1, illetve december 31-től, hogy most már ez a tevékenységi engedély nem kell, elég egy ilyen bejelentés a minisztérium számára. Mert most ugye már NFM a légközlekedési hatóság. Te azért elég régóta nyomon követed a szabályozásokat. Milyen irányba megyünk?
én azt gondolom, is ketté válhat így a hobbi felhasználás, vagy... Én azt gondolom, hogy a jövő az abszolút az, hogy nem teszünk különbséget a hobbi, illetve a kereskedelmi tevékenységet végző között, már ugye akik drónoznak. Ezt ugye azért is mondom, mert az Európai Uniónak is a jövőbeni célja, hogy ezeket az eszközöket egységesen szabályozza. És a szabályozásnak az egyik alapelve, hogy kockázat alapon közelíti meg ezeket az eszközöket. Tehát egy ilyen működésközpontú szemléletben kívánja ezeket szabályozni, ami azt jelenti, hogy hát nem tesz különbséget a felhasználás célja szerint. Tehát, hogyha te most emberek között szeretnél, vagy emberek fölött szeretnél repülni, akkor teljesen mindegy, hogy azt most hobbi célból teszed, vagy azért, mert mondjuk téged valaki megbízott. Tehát, hogy ugye maga a repülés, az ugye a felhasználás céljától teljesen, illetve a kockázat, az teljesen független attól, hogy te utána azzal a felvétellel mit csinálsz. Persze, ez mondjuk tök logikus. Így van, azt gondolom, hogy ez abszolút logikus. Tényleg esetleg ilyenekben tudok szigorúbb, igazából tényleg én azt gondolom, hogy egy dokumentumnak a benyújtása tényleg ingyenesen kitöltesz egy papírt, és beadod a hatóságnak, és nyilatkozol arról, hogy mit tudom én, itt meg itt fogsz repülni, ebből meg ebből a célból, én azt gondolom, hogy elektronikusan be lehet adni, tehát ez nem kellene, hogy egy túl nagy terhet rójon a felhasználóknak. De egyébként ugye erre még, ezekre a szabályokra még ugye nyilván várni kell egy pár évet. Tudsz arról, hogy szabnak ki bírságokat, mondjuk hobbi drónozókra? Hallottam már arról, hogy valakit megbüntettek, de egyébként ez nem egy bevett szokás, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy gyorshajtást, vagy egy trafipaxozást, hogy kiáll a rendőr az út szélére, vagy a lakott terület végetáblához, és akkor ott elkezd trafipaxozni. Nyilván azért, hogyha valaki mondjuk olyan tevékenységet végez, hogy mondjuk direkt a szomszédja fölé berepül, akkor mondjuk lehet, hogy számítani kell arra, hogy mondjuk a szomszéd megelégeli, és akkor feljelenti. Tehát, ez mondjuk a másik kérdés, hogy itt nem csak arról van szó, hogy veszélyeztetem-e mondjuk a légi közlekedést, hanem többnyire azért kamerák szoktak lenni a drónokon, elkészítem valamilyen szempontból, tehát itt egyéb tényezők is, ahogy a filmet elkészítem. Igen, ugye ez pedig viszont, tehát erre meg már ugye vannak olyan jogszabályok, amik már ugye ezekről a képmásról való rendelkezést szabályozzák, hogy te milyen módon, milyen körülmények között készíthetsz másról fényképet, tehát, vagy felvételt, vagy bármit. Tehát ezt ugye ezt nem is tervezik sem hazai szinten, legalábbis ha jól tudom, akkor nem tervezik külön szabályozni, illetve sem Európai Uniós szinten nincs külön szabályozva, hogyha te egy drónra bármilyen kamerát felteszel, akkor az arról, hogy tehát nincsenek eltérő szabályok gyakorlatilag, igen. Mi a helyzet akkor, amikor a légtér és a földfelszín találkozik egymással? Tehát itt néhány eset eszembe jut, az egyik, amit szoktak mindig emlegetni, hogy mikor következik majd be az az eset, amikor a koncert fölötti drónok egyszer véletlen meghibásodás miatt a tömegbe csapódnak, hogy ott azért ki lesz mondjuk a felelős, illetve volt az év elején talán egy olyan történet, ahol a budai alsórakparton repült bele talán egy drón. Igen, az autóba, amiről viszont olyat is hallottam drónozóktól, hogy az egy megrendezett jelenet volt állítólag, tehát hogy az nem tudná betörni a szélvédőt, de mindenképpen fel kell készülni szerintem arra, hogy lehetnek ilyen konfliktusok. Igen, abszolút, tehát benne van ez abszolút a pakliban, pláne ugye ez egy abszolút fejlődő iparág, tehát egy fejlődő technológiáról van szó. Azért persze vannak már olyan drágább eszközök, amik mondjuk lehetővé teszik azt, hogy mondjuk az akadályoknak ne menjen neki, vagy a faltól tartson egy bizonyos távolságot, de azért még rengeteg olyan eszköz van, ami ezt még nem tudja. A tömeg fölötti repülésre visszatérve, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon veszélyes dolog, pláne tudva, vagyis ismerve ezeknek az eszközöknek a meghibásodási statisztikáit, vagy rátáit, tehát azért jó, nyilván nem gyakran esik le, de és most egy közlekedésmérnökkel beszélgetünk alapvetően, tehát igen, tehát műszaki szakember. Igen, valami ilyesmi. És tehát nyilván nem esnek le ezek minden nap, de azért vannak olyan eszközök tényleg, tehát főleg ezek az olcsóbb fajták, amik azért nem feltétlenül megbízhatóak, azért rengeteg a meghibásodási lehetőség, tehát nyilvánvalóan azért erre is fel kell készülni. Úgyhogy tehát nyilván ugye az a szabály, hogy most eseti légtérben lehet repülni, azt egyébként az egy érdekes dolog, és ugye azért is említettem, hogy nem a drónok számára készült ez az eseti légtér, hiszen maga a kijelölési eljáráskor a hatóság
illetve a szakhatóságok sem vizsgálják azt, hogy egyébként a tevékenység a földön milyen, illetve a földön tartózkodó személyek vagy vagyontárgyakra milyen veszélyt jelentenek. Tehát ugye ez is egy érdekes történet, hogyha mondjuk tényleg, most nem tudom, a szigeten volt-e eseti légtér, de hogyha jól emlékszem, akkor nem volt, de nem vagyok benne teljesen biztos. De egyébként azt tudom, hogy tavaly például volt, de egyébként arról is hallottam, hogy nagyon sokan drónoztak, de én ezt abszolút egy veszélyes dolognak tartom, hiszen tényleg, hogyha az emberek fölött repkedsz, akkor gyakorlatilag tényleg, hogyha bármi meghibásodás történik, akkor az nagyon nagy károkat tud okozni. Mik a tanácsaid egy kezdő drónozónak? Hát a kezdő drónozóknak elsősorban az, hogy először is tanuljon meg vele repülni, de ezt most komolyan mondom, mert hogy nekünk is van. Tanuljon meg repülni, amikor már a megtanuláshoz is eseti légtérhasználati engedélyt kéne kérni? Hát, hogy jó, én nem vagyok egy nagy drón felhasználó, megmondom őszintén, mert egy néhány hónapja vettünk mi is drónt magunknak, és először egy ilyen kis drónt vettünk, és egyébként nagyon nehéz irányítani, de lehet, hogy csak én nem vagyok ügyes, meg másnak sokkal egyszerűbben megy, de nekem szerintem annyira... Szerintem is nehéz irányítani, de baromi nehéz. Próbáltam. Igen, de tényleg ezek egyébként nekem az a tapasztalatom, hogy én is. Tehát próbáltam a szobába megtanulni vele, de rájöttem, hogy ez nem az én műfajom, úgyhogy, de szerencsére van más, aki élje a vágyait ebben. Úgyhogy nem fölöslegesen vettük meg, tehát azt nagyon nehéz. Tehát én azt gondolom, hogy először mindenképpen ezekkel a kis játékokkal kellene kezdeni, mert hogyha azt megtanulod vezetni, akkor utána egy nagyobbat, azt már jó, nyilván más maga a technológia, meg máshogyan tudod vezetni, de legalább a kezedbe benne lesz, hogy akkor most így irányítod, meg hogyan mozgatod. Tehát azért ezek szerintem nem mindenkinek vannak meg, legalábbis nekem nem voltak meg ezek a mozdulatok. Tehát nekem egyébként egy teljesen új dolog volt tényleg, és én nem is gondoltam volna, hogy ennyire nehéz lehet, mert elárulok egy titkot magamról, aztán majd nem biztos, hogy... Nem vágok ki semmit. Nem tudom, hogy kivágod-e. Azért én pár évvel ezelőtt volt szerencsém nagyobb katonai drónokat irányítani, és azért az sokkal könnyebb volt. Tehát ott megnyomtam egy gombot, igen, és megnyomtam egy gombot, és akkor az arra ment. Tehát nem volt az, hogy most itt akkor elfújta a szél, vagy valami, mert azért ezeknél a kis drónoknál azért arra számítani kell, hogy jön egy széllökés, vagy bármi, és elfújja. Szóval most két hete voltunk Szegeden szabadságon a párommal, és persze igényeltünk eseti légteret, mielőtt még valaki feltételezné, hogy 30 nem. 30 nappal előtte is. 30 nappal. Így van, és még a szegedi afist is felhívtam, kérlek szépen. Aktiváltam a légteret, majd pedig a szegedi afist, és amikor lemondtam a légteret, akkor is ugyanebben a sorrendben tettem meg. Úgyhogy... Gyönyörű iskola példa. Igen. De egyébként én élveztem, hát most, hogy a szegedi repülőtér mennyire örült neki, hogy én a egy héten belül ötször telefonáltam be, azt nem tudom, ezt nem kérdeztem, de nyilván azért ez nem egy bevett szokás, hogy a repülőtérre ilyenek miatt telefonálgatnak be. Na mindegy, és kipróbáltuk ugye kint is, vettünk közben egy nagyobb drónt is, de hát nagyobbat, hát most mit tudom én, egy ilyen szerintem jó, hogyha van egy kilós, vagy maximum másfél kilós, tehát tényleg nem egy nagy eszközre kell gondolni, és hogyha fölmentünk ilyen 10-15 méterre, és ott már, hogyha fújt a szél, ott sokkal nehezebb volt, hogy mondjam, tehát stabilizálni, vagy érted, hogy ne fújj el a szél. Úgyhogy amikor fújt a szél, akkor így, hát akkor inkább most egy picit nem repülünk, majd megvárjuk, amíg jobb idő lesz. Úgyhogy azért ez nehéz, igen. Több szenzor van. Így van, tehát arra akartam kiukadni, hogy azért ezekben a nagyobb eszközöket ugye sokkal egyszerűbb volt nekem legalábbis irányítani. Mert ott tényleg egy gomb. Nagyon pici Tesco-set próbáltam, úgyhogy. Igen, nekünk is van egy ilyen pici, meg nem egy olyan nagyon pici, úgyhogy. Szóval én abszolút ezt tanácsolom, hogy ezzel mindenképpen érdemes tisztában lenni, tehát és hogyha valaki kezdő, akkor nyilván olyan helyet válasszon magának, ahol nincsenek emberek, vagy nem egy lakott terület, tehát hogy nem áll fönn a veszély, hogy most akkor beverem vele a szélvédőt, vagy a szomszédablakát, tehát azért erre mindenképpen érdemes odafigyelni. Úgyhogy, meg persze, hát ugye nyilván az eseti légtér, ami kötelező lenne ugye elvileg mindenkinek. Meg ugye nézzék meg a légtér.hu, hogy ott van-e valakinek foglalása. Így van. Ezt látod, így ott is látod előre, hogyha ott valakinek van légtér.
Hát igen, mert azt ugye most én viszem fel ugye manuálisan, aha. Tehát ugye nekem van egy ilyen kis adatbázisom, és akkor, hogyha valaki azt megküldi nekem, hogy ő, mit tudom én, 30, 40, 50, 60 napra, nem tudom, valami előre igényelsz légteret, akkor azt én fel tudom vinni, tehát ez abszolút most még jelenleg egy ilyen manuális dolog. De és egyébként írnak neked drónozók? Igen, kapunk sok megkeresést, illetve az a jó, hogy nem csak a drónosoktól kapunk visszajelzést, hanem abszolút a kisgépes, illetve a repülős társadalom többi részétől is. Tegnap pont egy Gripen pilóta hívott fel, hogy milyen jó, mert hogy most látta ezt a térképet, és hogy egyébként ő most már drónozik, de régen meg ugye Gripennel repült, és... Hát ne, és, nem lennék a közelében. Nagyon jó. És akkor mondtam neki, hogy hát mondom, mondanám neked, hogyha a bármilyen kérdésed van, fordulj hozzám, de lehet, hogy nem sok új információt tudok neked mondani, és mondta, hogy de hát neki ez egy tök jó dolog, nagyon tetszik neki, mert hogy tényleg ez egy hiánypótló része így a légközlekedésnek, úgyhogy tényleg nagyon jók a visszajelzések. De azért tervezitek automatizálni ezt a rendszert? Persze, de egyébként ezt hát nem is tudom, egy 2-3 hetet tettük nyilvánossá, hát körülbelül, tehát nem olyan régen, úgyhogy most a kollégák azok ezzelre dolgoznak azon, hogy... Vannak olyanok, találtam azért bagokat, vannak, tehát igen, tudjuk. Rákattintok valamire, akkor kiírja, hogy itt korlátozott légtér van 1970. január 1-től 70. január 1-ig, tehát igen. Ez... Igen, ugye ezek azok, amik ugye állandó légterek, úgyhogy már valahogy már szeretnénk azt is számítani, hogyha mondjuk megjelenik egy új jogszabály, vagy egy jogszabályváltozás, hanem mondjuk ugye, amit említettem, a drop zónok, hogy akár fél évente, vagy nem tudom, 2-3 havonta is akár ugye kiadhatják ezeket a jogszabályváltozásokat, vagy módosításokat, akkor ugye már azt fel tudjuk vinni. Tehát nem úgy jelenik meg egy drop zón, hogy úristen, itt egy drop zón, és akkor tegnap még nem volt itt. Egyébként a gyakorlatban igen, de ugye megjelenik a közlönyben, és akkor az, mit tudom én, 10-15-20 nap, nem tudom, 30, attól függ, hogy milyen más részeket módosítanak. És akkor azt fel tudjuk majd vinni, hogy nem holnaptól, hanem 2 hét múlva az idők végezetéig, akkor ott lesz egy újfajta légtér. Tehát ugye ez az 1970 bug, ez valószínűleg ennek köszönhető. Úgyhogy... Jó, akkor az még módosulni. Igen, meg plusz funkciók, meg mondom, tehát abszolút egy fejlődés, vagy egy tesztverzió, illetve nagyon sok új funkciót szeretnénk még beleépíteni ebbe a rendszerbe. Erre most vagy válaszolsz, vagy nem. Igen. De milyen az együttműködésetek a hatóságokkal? A hatóságtól is pozitív a visszajelzésünk. Akkor válaszolsz, jó. Igen. Mi más mondhatnék pozitív? Igen, egyébként én azt gondolom, hogy a hatóság munkáját is nagy mértékben ezzel meg tudjuk könnyíteni, hiszen eleve nem fognak beküldeni már a felhasználók olyan kérelmeket, amik eleve elutasításra kerültek, vagy nem fogják, tehát ugye, röviden csak tényleg, én nem vagyok hatóság, tehát én nem adtam még ki egy határozatot sem, de hogy nagyjából hogy kell elképzelni ezt a hatósági oldalt, bejön egy kérelem, föl van sorolva, itt meg itt ebben a légterben szeretnék ilyen meg ilyen időpontban repülni. Oké, és akkor az eseti légterem, hogy a kérelmen kívül kell még másik, nem tudom, 6-8 dokumentum, jó annyi nem, de mondjuk 4 lehet, hogyha mondjuk ellenőrzött légterben szeretné repülni, meg ha mondjuk a kórházat is érinted, akkor mondjuk a hatóság, hogyha ezeket nem adtad be, akkor mit csinál? Hát hiánypótoltad. Előállítja a határozatot, kipostázza, tehát ez nyilván azért ez a hatós... papír alapon, papír, így van, tértivevény, ráadásul, így van, tehát hogy ez egy ilyen macera a hatóság részéről is, illetve hát nekik nyilván ez a kötelező, tehát nem tehetnek mást, úgyhogy itt viszont, hogyha megnézed, hogy milyen dokumentumok kellnek, akkor el tudod dönteni, hogy hát akkor most ez környezetvédelmi szempontból korlátozott légtér, akkor ez nekem kapásból 24 ezer forint, akkor most vagy tudom azt, hogy ez ennyibe kerül, és akkor ezt fölvállom, és akkor kitöltöm azt a másik egy darab kérelmet, és befizetem a pénzt, vagy azt mondom, hogy hát nekem ennyi pénzt nem ér az, hogy most olyan a hétvégén, mit tudom én, hogyha kimegyek horgászni, akkor én csináljak ott a halakról képet, vagy nem tudom, miről szoktak képeket csinálni. Tehát akkor ez már egy szűrést jelenthet, úgyhogy tényleg teljesen pozitív a visszajelzés. Most így elképzeltem magam előtt a harrajokat, ahol... Fú, pedig milyen jó felvétel lenne. Jó, hát vagy nem tudom a tavakról, hogy mikre szoktak ki. De nem, tényleg jó lenne. Igen. Jaj, na jól van, szerintem elég sok infóval gazdagodtunk.
Igen, hát remélem, hogy sikerült minden információt átadnom, ami lényeges volt. Kapkodják az emberek a fejüket. Hol lehet titeket elérni, ha valakinek kérdése van? Hogyha a kérdése van, akkor a légtér@legtier.hu e-mail címen, hát ékezetek nélkül elértek minket, úgyhogy várjuk a megkereséseket. Illetve ugye a térkép.légtér.hu pedig ugye mindenki számára abszolút ingyenesen elérhető, úgyhogy azt is lehet nézegetni. Nézegetjük is. Köszi szépen. Én köszönöm szépen a lehetőséget. Sziasztok! Szia. Ennyi volt erre a hétre, kövessetek minket SoundCloudon, Facebookon, Instagramon és YouTube-on is. Azt hiszem, ezeket mindig Habci mondja el. Sziasztok!